Sziasztok, ez a Megateszt kommandó. Eljöttünk egy Megatesztre nem bejutott, de nagyon érdekes személyhez, aki egy kicsit elszúrta a jelentkezést, de attól függetlenül annyira szimpatikus, hogy gondoltuk, hogy meglátogatjuk, meg hozunk neki egy kis ajándékot, például egy ilyen Megateszt pólót, mert egészen komoly sztori van itt a háttérben, mindjárt meglátjátok. Maszkot felkapjuk, mert sajnos az kell, akrobata mutatványra megpróbálom felvenni egy kézzel. De legalább szálljátok egy maszkommal. Bár meg a tesztes maszk lenne az igazi. Na, most egy olyan helyre megyünk, ami lehet, hogy sokaknak olyan lesz, mint egy horrorfilm. Nekem meg olyan, hogy ilyen helyen kezdtem el edzeni. Először is hoztam neked egy kis ajándékot, de szerintem ez a lényeg, ami rajtam is van. Igen, köszönöm szépen. Egy ugyanolyan, ez azért van, mert ugyan nem jutottál be a Megatesztre, de mi gondoljuk, hogy te ugyanúgy velünk vagy. Hát, és ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Hát meg ez egy apró kellék, mint hozzá. Ez egy évre biztos garantálja. Hát egy évre azért sajnos nem egy jó helyzet, de egy kicsit azért segít. Itt vagyunk Bertő Józsefnél, szerintem nem kellett messzire utazni, mert Budapesten vagyunk. És hát nálad van az a helyzet egyébként, hogy letakadhatna egy 20 évet simán. Köszönöm. Ezt ugye már láttuk a fényképeken is, tehát egy igazi sportemberről beszélünk, aki megcsinálta a saját kis edzőtermét, és ugyan itt van közel a Fitness 2000, de hát a jelen helyzetben zárva van a terem, és hát egy kis kreativitással meg lehetett oldani egy ilyen tároló helyiségben, ami nekem kicsit olyan, mintha hazajönnék. Mert mi ilyen helyen kezdtünk el edzeni bizony, és nem volt hova pisilni. Gondolom neked fönn van a lakás, meg toldani, mi visszatartottuk annak idején, úgy oldottuk meg, de azt mondom, hogy aki ebben benne van, az le tud edzeni itt is, sőt. Az egész úgy kezdődött, hogy elmentem nyugdíjba, és nem tudtam magammal mit kezdeni. És ez annyira frusztrált, hogy kórházba kerültem, szívritmus zavarral, gyakorlatilag újra kellett éleszteni. És akkor arra gondoltam, hogy hát inkább valami kint a természetben csinálok valamit, mint hogy a párnák között halljak meg, és elkezdtem gyalogolni. A gyaloglás odáig fajult, hogy háromszor voltam kint a francia kaminón, egyszer a portugál kaminón, és kétszer a olaszországi Via Francigena kaminóra. Ezt csináltam volna továbbra is, de akivel együtt jártam, az eltörte a lábát. Épp egy túrára mentünk volna, és szaladt le a lépcsőn, és a hátizsákkal együtt fejre leesett a lépcsőn. Eltörte a lábát, ez volt 2 évvel ezelőtt, azóta nem tud menni. Bár mi orvosig jár, de nem tudnak vele mit csinálni. Egybe van a lába, csak éppen menni nem tud. Már gyalogolni tud távolságot. Utána gondoltam, hogy egyedül nem jártam el túrázni, akkor elkezdtem futni. És hát ilyen, itt a közelben vannak 2 futókör is, oda elkezdtem kocogni, de éreztem, hogy a törzsem borzasztó gyenge volt. Nagy volt a pocakom, és nagyon gyenge volt a törzsem. És az futásnál ez nálam nagyon kijött. És akkor mondta a fiam, hogy hát miért nem kezdesz el inkább terepen futni, jó levegőn, ő olyan helyen lakik, ahol közel van, és akkor elkezdtünk vele az erdőbe járni, minden, de hát gyenge voltam. És akkor mondta, hogy hát ő is itt kezdett a Fitness 2000-be, ami itt van tőlünk 1,5 kilométerre, hogy menjek le az edzőterembe, és hát ott kezdjem erősíteni magamat. Hát először nagyon nem akartam kötélnek állni, mert hát öreg bohóc, ott lemegy, ott minden, ki fognak nézni a teremből. Hát ez majd egy 1,5 évig győzködött, mire elindultam. Lementem, hát nagyon nagy meglepetés volt, mert teljesen rendben volt minden. Jó szíve fogadtak, sőt, hát nekem arra nem volt pénzem, hogy edzőt fogadjak magam mellé, de állandóan gyakorlatilag ott is tápoltak, és öreg, ezt így csináld, úgy csináld, az sok lesz, vegyél le belőle,
és gyakorlatilag foglalkoztak ott velem. Hát így nem folyamatosan, de amikor látták, hogy nem jól csinálom a dolgukat magamtól, akkor mindig rám szóltak. Ez ment addig, amíg ugye lehetett bejárni az edzőterembe, és akkor jött a Covid, akkor nem lehetett már menni. És akkor találtam ki magamnak, hogy hát itt van ez a helység, és majd itt csinálom magamnak valami kis szerkezeteket. Hát ez a keret, ez későbbi ötlet volt, mert ez onnan adódott, hogy először vettem ezt a padot 10 000 forintért. De hát ez egy romhalmaz volt, mert a fényképen nem látszódott, de mikor oda mentem, akkor össze-vissza volt heggezgetve, meg ennek a hátsó része egy emelvény volt hozzá lehúzóval, mindent, az hiányzott róla. De mindegy, hazahoztam, és akkor elkezdtem vele játszani. Vettem először egy ilyen játék, mert nem értettem hozzá, vettem egy játékszert magamnak. Mikor meghozták, akkor látom, hát ennek még súlya sincs ennek a rúdnak, 120 centis rúd volt, műanyag tárcsákkal, hát mindegy, ez van. Elkezdtem vele edzeni, és akkor rájöttem, hogy a villák pont olyan helyen vannak, hogy ha belül fogom, akkor szűk, ha kívül fogom, akkor útban van, tehát útban voltak a villák pont. És akkor nézegettem videókat, hogy egyáltalán a gyakorlatokat hogy kell csinálni, meg minden, és akkor láttam, hogy hát egy ilyen erőkeret, ez milyen jó volna, mert hát ugye googolni meg egyáltalán nem tudtam vele, mert mindig útban volt a pad, nem bírtam, ha valami súlyt akartam, nem bírtam a padtól már levenni. Hát odáig ment azért, hogy 30 kilóval a nyakamba elkezdtem googolni, csak utána már jött a probléma, nem bírtam lerakni a súlyt. Mert odáig még ment, hogy a nyakamba vettem, googoltam vele, de innen már kinyomni hátulra, a nyakam mögül azt már nem bírtam. Nem bírtam lerakni, itt killottam hovara, végül le kellett dobnom a súlyt, mert nem bírtam megszabadulni tőle. És akkor találtam ki, hogy csinálok magamnak egy ilyen keretet, de hát ezt is úgy kellett megcsinálni, hogy szétszed, mert nem itt nem mertem, ugyan van heggesztő trafom, de itt nem mertem heggeszteni lent a pincébe, és a egyik barátomnak van egy műhelye, ott heggesztettük össze a keretnek a két oldalát, így összeállt a dolog, de még fejlesztés, mert ezt utólag találtam ki, hogy egy ilyen lehúzott, mert eredendően ott volt nekem a lehúzó, főfúrtam egy csigának egy helyet, és aztán ez nagyon tetszett nekem, hogy így sinen csúszik a súly, és igazából lapsúlyokkal akartam megcsinálni. Aztán rájöttem, hogy miért fizessek egy vagyont ki a lapsúlyokért, mikor vannak itt nekem súlytárcsáim. Majd még szeretnék alulra, már megvan a csiga hozzá, alulra is berakni egy keresztmerevítőt, és már itt van a kötél hozzá, meg a csiga is, és akkor egy alsó felhúzást is tudok vele csinálni. Ez itt egy Scott pad akar lenni, rossz fűnyírónak a fogantyújából lett ez a súlytartó hozzá, és elvileg ezt a láberősítőt innen ki lehet venni, és ennek a helyére be lehet dugni. És akkor ezt tudom így használni. A megatesztre való jelentkezésem az úgy történt, hogy az interneten vettem észre, oldalakat nézegettem, hogy kell a gyakorlatukat végrehajtani, kisfilmeket, és ott találtam rá a SciTech-nek erre az oldalára. Gondoltam, hogy én is jelentkezek, egy jó buli lesz. De hát aztán ugye a jelentkezés mindjárt az első percben elrontottam, mert nem olvastam el a leírtakat, hogy mik az elvárások, a milyen fényképet kell beküldeni, meg egyáltalán azt sem tudtam, hogy pózolás, mi az, hogy pózolni, mert én ebben életemben még soha nem foglalkoztam ilyennel. És hát akkor, mikor megjelent a eredményhirdetés, akkor jött az e-mail, hogy hát nem jutottam be, de úgymond örültem is, hogy nem jutottam be, mert nem tudtam volna a feleségemnek, hogy elmondani, mert ezt a mai napig titokba tartottam, hogy mondjam el a feleségemnek, hogy én erre jelentkeztem, mert ez nálunk, ez a családban, ez nem téma. Én lejövök a pincébe, mindig úgy mondom, hogy lemegyek játszani, és csinálom a dolgokat. Tehát az, hogy én erre jelentkeztem, arról a feleségem nem tudott, hogy ezt se tudtam volna képzelni, hogy mondom el neki, hogy
hogy én elmegyek most pózolni, és le fognak fényképezni. Kialakult a Facebookon egy jó kis csoport, akik szintén nem kerültek be. Lelkesen csináljuk. Én igazából nem is akartam itt a nagy nyilvánosság elé kerülni ezzel. Én a saját egészségem érdekében csináltam ezt is. Nagyon jó kis közösség összejött, egymást lelkesítjük. Gyakorlatilag azért kezdtem el ezt a erősportot csinálni, mert a futáshoz gyönge voltam. De azt annyira megszerettem, hogy most már gyakorlatilag minden nap csinálom, tehát nem hagyok ki egy napot sem. És hát a futás az a koromnál fogva, mivel elmúltam 73 éves, az valószínű, hogy egyre kevesebbet fogok kint terepen futni, és ez közel van, le tudok jönni a lakásból ide a pincébe, és itt ezt tudom csinálni. Ameddig tudom, addig csinálom, mert életbe akarok maradni. Ez a végcél, hogy minél tovább egészségesen tudjak élni.